2003-ban végeztem a Színművészeti Egyetem koreográfus szakán, Fodor Antal osztályába. Teljesen véletlenszerűen kerültem erre a pályára, és onnantól kezdődően kikerülve az egyetemről, minden évben megjelentem egy önálló produkcióval. Én általában az a típusú koreográfus vagyok, aki nem a saját testére dolgozik, fölkér táncosokat, betanítja, kitalálja, háttérben van. Úgyhogy ilyen szempontból ez nekem egy nagyon nagy kísérlet és kihívás lesz ez az egész. Szerintem az utolsó fellépésem a főiskolán volt, a színművészetén, amikor ugye saját magunkra kellett, meg az osztálytársainkra koreografálni. Nekem egyébként izgalmasabb lenne, hogyha kapnék egy táncost, mert az az én saját terepem. Tehát, hogy 40 perc alatt nagyon boldog lennék, ha egy táncosnak. Tehát, hogy az nem is lenne olyan szinten kihívás. Szeretek elszöszölni mozdulatokon, amire itt most nyilván a stressz miatt, meg az időhiány miatt se lesz lehetőségem. Valószínűleg ez inkább improvizációs dolog lesz, tehát, hogy nem sok értelme lesz valószínűleg konkrét mozgásanyagokat kiagyalni, tehát, hogy inkább a helyzetet kell majd ott jól eltalálni. Maga ez az online közvetítés, ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog, hogy pár éve nekünk is volt egy ilyen kísérletünk az Atrium Színházban, ez az Én Haiku című darab volt, amit Egyed Beáta táncolt, és ennek a lényege az volt, hogy a nézőket nem engedtük be, hanem a színpadon három kamera élőbe vette az előadást, és ez volt ez az előadás, ez mai napig látható, amit ilyen rekordnézőszámmal néztek meg emberek. Hát én meg fogok próbálni legkreatívabban jelen lenni. Fogalmam sincs, bevallom, tehát hogy ez hogy fog elsülni. Tehát sikerülhet nagyon-nagyon izgalmasan is, mint egy improvizáció is. Tehát hogy azt gondolom, hogy mindig benne van a pakliban, hogy ez most abban a pillanatban éppen jól sikerül, vagy kevésbé jól sikerül. Talán ez mindenképpen izgalmas, hogy itt alkotókat, tehát koreográfusokat látunk, és talán egy picit az lehet izgalmas, hogy dolgoznak, vagy hogy kezdenek hozzá egy anyaghoz, vagy tehát mifelé mozdítja el a gondolkodásukat, adott zene, tárgy, téma. Hát kíváncsian várom.